gyógypincészet vezetőjével, tulajdonosával beszélgetek, aki egyébként közismerten vallja magáról a honlapon is, és egyébként is, hogy nem tanult mesterséged a borász, ellenben óriási szívvel, lélekkel végzett. Így van, hát a barátaim meg egyébként el is mondják, hogy nem értek én ehhez, csak szerencsém van. Ez valóban így van, tehát gépészmérnök vagyok, de azt gondolom, hogy ha valaki valamit nem szakmaként fog föl, tehát csak egy megélhetési dologként, hanem mániaként, hobbiként, és mellette persze szakmai tisztességet is visz bele, akkor az alapvető, hogy azt ő jól fogja csinálni. Legyen ez egyébként borkészítés, vagy bármi más is. És én ezt pont így gondolom, pont így csinálom, és azt hiszem, hogy folyamatosan képezem magamat, és igen, nem borászként is lehet nagyon jó borokat készíteni. Erre a világon mindenfelé vannak egyébként példák. Mondod a honlapon, hogy a bornak lelke van, és hogy egyébként ezt kell ápolni, és ez meghálálja magát. Én az összes veled való eddigi beszélgetésében ezt éreztem, hogy ez a lélek van benne. Így van. Így van, sőt én nem csak a honlapon írom ezt, hanem kinevettek és azt mondjátok, hogy butaság, de én szoktam beszélgetni a boraimmal. Tehát sokszor van, hogy bemegyek a pincébe és akkor kóstolgatom a tételeket, nézegetem, és meg vagyok győződve róla, hogy valamiféle kontaktusba tudok kerülni a borral. Mert itt szólítanak meg, vagy te kezdesz beszélni hozzá? Ez egy jó kérdés, látod, ezt nem tudom, tehát ez úgy valahogy úgy van bennem, hogy igazándiból szurkolok nekik, szeretem is őket, és szerintem azt a bor észreveszi. Tehát ugye minden bornak az életében vannak olyan stádiumok, amikor még nem tökéletes, nem olyan, amilyen majd a végén lesz. Hát ugye ez egy ilyen folyamat a borkészítés, és azt hiszem, hogy ha te eközben a folyamat közben segítesz neki a lelkeddel, az akaratoddal, a jó szándékoddal, persze meg a szakmai hozzáértéssel, odafigyeléssel is, akkor az a bor jobb lesz. Meg vagyok győződve róla, hogyha egy olyan pincében van az a bor, ahol csak úgy tessék, lássék, immelámmal csinálják a munkájukat, aki ott dolgozik, ott nem lesznek olyan borok. A honlapotokon, amit az ember megnézi, az egészre az jutott eszembe, hogy olyan csibészes. Ugyanakkor pedig, ahogy beszélsz a boraidról, van valami misztérium. Mind a kettő megvan együtt, és kell is, hogy legyen. Tehát ezt nem szabad túlságosan komolyan venni, hiszen a bor, hát az kivéve ugye a miseborokat, az nem a komolysághoz készül, hanem valamilyen szinten a videó. Bár egy ünnep neki is lehet nagyon szép kísérője, de azért az esetek többségében a vidámsághoz tartozik inkább hozzá. És mi azt gondoljuk, hogy ez így teljesen rendben is van, hogyha egy kis vidámságot mi viszünk bele az életünkbe, a borászkodásunkban, a borkészítésünkben is. És az pedig mellette nagyon-nagyon fontos is, és talán az egyik legfontosabb, hogy az ember olyan viszonyban, olyan kontaktusban legyen a boraival, szeresse őket annyira, hogy ő azt a magáénak érezze, és önkifejeződési eszköznek. És még egy nagyon fontos dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Van még egy harmadik vonulata is ennek, ez a bizonyos alkotási folyamat. Azt hiszem, hogy a borkészítés bizonyos szempontból... Művészet. Hát, hogy most nevezzük-e művészetnek, vagy ne nevezzük, ezen vita van. A művészek nem szeretik, hogyha a borászok magukat borművésznek nevezik, pedig lehetne erről beszélgetni, de egy minden esetre tény, hogy maga a folyamat az nagyjából ugyanúgy zajlik, mint egy zeneműnek a megszerzési, megkomponálásánál, vagy esetleg egy képzőművészeti alkotás elkészítésénél, hogy tudnék először a fejedben készül el, hogy te mit akarsz, utána erre fölkészülsz, és amikor lélekben is, meg tudásban is, meg testben is föl vagy erre a dologra készülve, akkor készülhet el az a tökéletes alkotás. Anélkül nem megy. És maga a folyamat lépcső is valami olyasmi, mint egy művészeti alkotás. Hamvas Bélánál olvastam, hogy a bort fogyasztani
az egy kicsit az idő kívüliség. És van egy rejtélyes pad nálatok, ez a naplemente figyelő pad. Erről mit lehet tudni, ennek a titok? Hát titok az nincsen, de panoráma az van. Úgy volt az, hogy a lányom találta mételepünkön, mert hogy az is van nekünk, egy szép öntött vas lábat, és ő azt mondta nekem, hogy ebből készítsünk egy padot. Hát a fa részét kellett ugye elkészíteni, hát a láb megvolt. De ez már a borászattal egy idő? Ez akkor volt, amikor a pincét terveztük. Aha. Még a pince nem volt kész, de már ugye, hogy mi legyen ott, hogyan legyen, akkor tervezgettük. Mert ugye minden normális pince előtt kell, hogy legyen diófa, és kell, hogy legyen pad. És elkészült a pad, és kerestem a helyét. És ott a diófa alatt akartam valahol elhelyezni, ahol a pince van, ott van egy ilyen meredény. Tehát viszonylag szép kilátásunk van a szemben lévő szőlőhegyekre és az alattunk lévő ipari parkra. Tehát ez egy ilyen kettőség, de tehát onnan nagyon messzire el lehetett látni, és akkor amikor kerestem a helyét, ott volt kitéve még ez a pad akkor, és így pakoláztam ide-oda, és akkor egyszer csak úgy, amikor leraktam, lehelyeztem, és leültem rá, és akkor ment le, egy gyönyörű este volt, és akkor ment le pont a nap, és képzeld el, hogy egy fantasztikus olyan naplemente volt, hogy az megfogta az ember lelkét, és akkor én ott csak ültem azon a padon, néztem a naplementét. Ez is nagyon érdekes dolog. Azt gondolná az ember, hogy egy naplemente az olyan hosszú dolog. Nem. Néhány perc alatt le tud menni egy napkorong egy távoli hegynek a vonulatánál a kontúr mögé. És ahogy ott üldögéltem, azt mondtam, hogy ezt a padot innen nem szabad megmozdítani, ezt így kell itt hagyni, ahol most van. Azóta is ott van, de ennek az az érdekessége, hogy mértanilag semmihez nem van elvágólag és párhuzamosan és derékszögben, hanem egészen egyszerűen a nyári naplementékkel van szemben rakva az a pad. És én azt merem mondani mindenkinek, hogy aki az erdi szőlőhegyek lelkét keresi, annak ki kell oda ülni este, és meg kell nézni ott a diófa alatt egy naplementét, egy pohár borral, netán a barátnőjével, ha nincs ott a felesége, mert nagyon nagy élmény tud lenni. Az Arany János utcai pályaudvaron is van egy pad a metró megállóban, és oda is ráírta a költő, hogy az volt a vágya, hogy legyen egy padom az Arany Jánosról elnevezett pályaudvaron. De van egy másik titok is nálatok, amit én még nem bírtam megfejteni, remélem megfejtjük, ez pedig a Nóra titka. Tehát nem derül ki, hogy ki ez a Nóra. Hát a Nóra, ő 33 éve már a feleségem, és... 33 éve titok. Hát még az összes titkát nem fejtettem, meg bevallom neked őszintén férfiasan. De minden esetre, amire te utalsz, az a Isabella szőlőgyem, amit ő készít, és ebben azért két titok is van. Egyrészt tényleg nagyszerű az a szőlőgyem, tehát abszolút természetes módon készíti, a másik pedig, hogy miből készül. Ez az Isabella szőlő, talán emlékszel gyerekkorodból, ez a nagyon jó ízű, nagyon illatos, ez a jellegzetes ízű, direkt termő kék szőlő fajta, és ebből készítő egy olyan dzsemet, és ez az igazi titok, hogy a dzsemnek nem csak íze van, hanem illata is. Tehát meg kell kóstolni, aki nem kóstolta még, nem hiszi el, hogy megnézed a dzsemet, oda tartod az orrodhoz, megillatolod, és ott érzed magad a szőlőlugasban. Ugyanis tudni kell, hogy ugyanaz az illata a dzsemnek, mint a szőlőnek már a lugasban is, tehát érési időszakban egy fantasztikus illat van, tehát a telek szomszédok azok például ugye szoktak szimatolgatni a levegőben, mikor érik a szőlő, és egyébként pedig a szőlő, amiből a lekvár készül, az is ott van a pincénél, a pince előtt van egy szőlőlugas, az van befutatva Isabella szőlővel, és abból készül a titok. Szokták mondani, hogy aki igazán mestere a saját tevékenységének, annak érezni az ízét a dolognak, és én ezt rajtad hihetetlenül érzem. Viszont a főiskolán Egerben is szoktak látni téged, és nagy vegyipari, vegyész érdeklődést is mutat, és a boraidat is sokszor megvizsgáltatod. Emögött is ez a tudományos érdeklődést érzékelem,
hogy te nem csak egyszerűen készíted azt a bort, hanem a varázslat lényeg. Ez feltétlenül így van. Tehát ugye, hogy az elején kezdjem, általában azt szokták mondani, hogy a borászok is az a sík, hogyha most azt mondja valaki, hogy ő aztán nem foglalkozik semmiféle elvi alapjával a borászatnak, meg borászati kémiát, hírből se hallott, bár főiskolát vagy egyetemet végzett, és abszolút természetes, naturális, és nem tudom, hogy mit csinál, és ő labort még belülről soha nem látott. Én ezen mosolyogni szoktam, persze, hát nagyon jól hangzik egy bizonyos körben, de hát hogyha kicsit is ért valaki a borhoz, tudja, hogy ez butaság. A világban ma zajlik egy hihetetlen innováció a szőlőtermelésben is és a borkészítésben is. A világ nagy egyetemei, illetve kutatóintézetei szinte hétről hétre jelentetnek meg olyan eljárásokról, olyan kísérletekről, publikációkat, anyagokat, akár az interneten, akár más fórumokon, amivel nekünk foglalkozni kell, mert a borvilág hihetetlen módon fejlődik, és hogyha Magyarország lemarad, akkor bizony az nekünk nem nagyon lesz jó. Ezért aztán én azt gondolom, hogy nekünk ezeket az innovációkat egyrészt ismernünk kell. Nagyon-nagyon sok új anyag jelenik meg, borkezelő anyagok és szőlővel kapcsolatosan is különféle olyan szerek, amik a szőlőművelés segíthetik. Én nem mondom azt, hogy nekünk mindent ezekből át kell venni, és mindent így kell csinálni ezekkel az új és újabbnál újabb szerekkel, de azt mondom, hogy ami fölkelti az ember érdeklődését, az kicsiben igenis ki kell próbálni, igenis meg kell nézni, hogy milyen eredményeket hoz az ő borával, vagy az ő szőlőjében egy kis területen milyen eredményeket lehet elérni, adott esetben egy új bioművelési szerrel, és hogyha ezek beválnak és sikeresen szerepelnek, akkor nem szabad szégyelni alkalmazni, mert ettől jobbak lesznek a szőlőink, jobbak lesznek a boraink. Szokták mondani, hogy a színpadon, hogyha kitesznek egy kést, azt valakiben beleszúrják a színdarab alatt. Mi két poharat tettünk ide és egy borbontót. Arra szeretnének kérni, hogy a borainkról mesélj nekünk, és egyet üssön majd fel, azt meg részletesen is meséld el. Jó. Hát a borkészítésünk az két szegmensre osztható. A boraink könnyedebb része, azok a gyöngyöző borok. Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Magyarországon az egyik első pincészet voltunk 2008-ban, aki saját technológiát állított be gyöngyöző bor készítésre is. Mondhatjuk azt, hogy az első között voltunk, akik ezt a műfajt elkezdték itt Magyarországon. És én személy szerint arra vagyok nagyon büszke, hogy az a berendezés, amivel mi a gyöngyöző borainkat ma készítjük, deszaturáljuk, illetve letöltjük. Ugye ellennyomásos töltőgép kellett hozzá, ez már egy szakmai kérdés, de elég bonyolult az ügy. Ezeket én terveztem, lévén, hogy gépészmérnök vagyok, és hát úgy gondolom, hogy nagyon büszke lehetek rá, mert van, amit már lekoppintottak, és kereskednek vele Magyarországon az egyik gépemmel, berendezésemmel, és hát nagyon sokat fogadok olyan borászokat, akik azért jönnek el hozzám, hogy ezeket a berendezéseket tanulmányozzák, mert hogy nekik is szükségük lenne valami ilyesmire. Nos, ugye ezeket a borokat mi hidegerjesztéssel, tartályban, faélesztővel, úgy, mint minden más technológiai bort úgy készítjük el, és ott a pincében palackozzuk így, ahogy látod, kompletten készre, illetve a boraink másik vonulata, azok itt az alul látható fehérborok, illetve hát abból néhány látható itt a fehérboraink közül, illetve fönt van néhány palack vörösborunk. Ezeket abszolút hagyományos módon készítjük, tehát csak hordóban erjesztünk fehér és vörösborokat is, és hordóban is érlelünk, méghozzá viszonylag hosszú ideig, ugyanis az egri terroárnak az egyik sajátossága, hogyha hagyományos módon készítjük el akár a fehér, akár a vörös borainkat, akkor egy nagyon hosszú érlelési idővel tudunk legszebb eredményeket elérni, és mi igazán a nagy borokat, a nagyon komoly borokat keressük, és azzal szeretnénk megmutatni, hogy mit tudunk, és ezért mi ezt az utat választottuk magunknak, így készítjük a fehér és vörös borainkat. Amit most esetleg szeretnék neked megmutatni, ez a 2013-as házlevelű szuperiőr borunk, ugyanis
Mit kell tudni róla? Nagyon büszke vagyok rá, mert nem találom, igen, megvan már itt a feltépő, keresgéltem hirtelen. Nagyon elegáns egyébként a kiszerelése. Köszönöm szépen, ez egy szép üveg, és amire még büszkébb vagyok, hogy ezeket a címkéket, amiket az üvegen láttok, ez pedig a lányom és a kisebbik lányom és a barátja tervezi, a Bernadett kicsike lányom, aki egyébként a borok kereskedelmét is végzi. Rá kellett, hogy beszélnek, hogy ez neked tetszem, vagy egyből a szíved közepe volt? Ezeket általában együtt találjuk ki. Tehát ez úgy van, hogy ezek úgynevezett sztori címkék, minden címkén rajta van a naplemente néző pad. Ez nekünk egy nagyon fontos jelképe a pincészetünknek, és aztán a naplemente néző padhoz hozzá komponálunk mindig valamit, ami nekünk arról az adott borról az eszünkbe jut, és ez sokszor lehet akár ilyen kicsit vidám dolog is, mint például ugye, ha ezt a címkét megnézed, ott rajta van az a kis műanyag mézes mackó, amit a Tesco polcon lehet megtalálni, és mi ezt azért tettük rá erre a borra, mert a bor abszolút fajta jelleges, ugyanis az igazán jó házlevelük fő íz és illatjegye, ez a mézesség, hársasság, hársfavirágosság nagyon szépen átjön ezen a boron, és ezt szerettük volna ezzel a kis mackóval jelképezni. No most, amit még el akarok mondani róla, ha már ez a bor, őt vettem le a polcról és ő került szóba, hogy mit is keresek én ebben a hárslevelőben, és mit szeretnék ezzel a hárslevelővel. Úgy gondolom, hogy ez a fajta magyar fajtaként alkalmas lehet arra, ott nálunk Egerben, hogy a fur mint méltó párjaként Magyarországot reprezentálja valamilyen módon. A sztorit onnan indítanám, hogy amikor valamikor 2002-3 környékén a szepsipistáink Tokajban elkezdték a nagy száraz fur mintok készítését, akkor én az első 2-3 évjárat után vártam, hogy mikor fognak hozzá a tokaiak a nagy száraz házlevelűhöz, mert hogyha a furmintot borként egy elegáns gavallér férfihoz, egy karakán, jó kiállású férfihoz hasonlítom, akkor mellette ott a nő a házlevelű, csak a házlevelű lehet az eleganciájával, a kedvességével, a látságával, az illatával és a többi. És én vártam azt, hogy a tokaiak mikor készítik el a nagy házlevelűt. Idáig nekik nem jutott eszükbe, én több embert próbáltam már rábeszélni, hogy szeretnék már egy igazán nagy tokai házlevelűt inni, de valahogy azt mondják, hogy nekik a furmint a vonaluk, és ők azt szeretnék fölépíteni, a házlevelűt nem igazán gondolják. És én azt mondtam magamnak, hogy akkor próbáljuk meg mi, hogy Egerből el lehet-e készíteni a nagy házlevelűt. Meg vagyok győződve róla egyébként, hogy igen, és hogyha a társak, az egri borásztársak ebben partnerek lesznek, akkor talán meg is fogjuk tudni mutatni országnak, világnak, hogy milyen szép nagy házlevelűket lehet Egerből készíteni. Na csigázz tovább. Egyébként kóstold meg, és akkor mondd meg, hogy neked tetszik-e. Nekem most ez az egyik kedvenc tételem a pincéből a fehérek közül mindenki. Mesélj róla még. Hát sajnálom, hogy kamerán keresztül nem lehet bort kóstolni, mert akkor meg tudnák mások is, nem csak mi kóstolni, és nekik is nagy élmény lenne. Talán amit még fontosnak tartok itt elmondani, hogy mit is tartok én nagy bornak. Ugye sokáig az volt a általános vélekedés, hogy azok a nagy borok, amiben úgy mindenből nagyon sok van, tehát olyan rettenetesen sok gyümölcs, nagyon sok tannin, szép nagy savak, és akkor óriási illat, és hömpölyög, és elöntés, és rádomlik a bor. És én pedig azt gondolom, hogy az igazán nagy borok, tehát nem erre megy a világ, az igazán nagy borok nem ezek. Én azt gondolom, hogy az igazán nagy borok azok, amelyek úgy tudnak nagy borok lenni,
hogy mellette nincs benne túl sok alkohol. Nincs benne túl sok tannin, semmiből nincs túlzó, mert hogyha egy nagyon-nagyon robusztus, hatalmas, 15-ös alkoholú borból megiszol egy pohárod, akkor egy pohár után azt mondod, hogy elég volt, köszönöm, én már nem kérek többet. Én olyan borokat szeretnék, nagy borokat készíteni, amire azt mondja a fogyasztó, hogy hú, hát ez annyira jól esett, hogy ebből még egy pohárral és még egy üveggel is meg tudnék inni. Tehát én azt mondom, hogy legyen az a bor balanszos, egyensúlyos, könnyed, elegáns, ez sokkal fontosabb, mint az, hogy óriási alkoholok és esetleg nagyon nagy tanninok legyenek benne. Persze, mellette legyen nagyon hosszú íze, legyen nagy beltartalmi értéke, én ezt nem vitatom. Én csak azt mondom, hogy ennél sokkal fontosabb, hogy könnyed legyen, elegáns legyen és jó ívású. Könnyed, elegáns, jó ívású, mint a taljánpincet. És én azt gondolom, hogy ez a házfelelő ilyesmi. Kedves egészségem.